estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik, melynek mai vendége Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Sándor úr, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Azért hívtuk ma meg elnök urat egy stúdió beszélgetésre, hogy elmondja nekünk, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a megyében, milyen eredményeket értünk el, illetve milyen lehetőségek előtt állunk a jövőben. Kezdjük talán a toppos pályázatokkal. Erről sajtóztak az elmúlt időszakban folyamatosan a sajtóorgánumok, a médiumok. Hogyan látja most, hol állnak ezek a toppos pályázatok? Mi az, amit lehet most róluk tudnunk? Kicsit távolabbról kezdeném, hiszen a megyék kaptak egy területfejlesztési feladatot, aminek már az előkészítésében is részt vettünk. Az előkészítésében részt vettük, és az előző ciklus pályázatainak a lezárásában, megvalósításában is. Tehát a két ciklusnak, a 2007-13-as és a 2014-20-as ciklus előkészítésében és az előző ciklus lezárásában is komoly feladataink voltak. Az előző ciklusban én azt gondolom, hogy azt a minimális célt, amit a kormányzat kitűzött és a megye is vállalt magára, hogy az Európai Uniós források 100%-át fel tudjuk használni, ez sikerült is, hiszen többet tudtunk felhasználni, mint a 100%. Ez azt jelenti, hogy a magyar államnak is hozzá kellett tenni ezekhez az úgynevezett uniós beruházásokhoz. És azért mondtam, hogy minimális program, mert egy dolog azt, hogy elköltsük azt a pénzt, ami Magyarország rendelkezésére áll, de ez a minimum. Ezt jól kell elkölteni, hasznosan kell elkölteni, és ezért volt az, hogy még zajlott az előző fejlesztési ciklus, de már a következőnek a tervezése, előkészítése, megalapozása már folyt itt a megyében, és hát a minisztériumokban is folyt. És azt gondoljuk, hogy a kormányzatnak az a terve, hogy 60% a gazdaságfejlesztésre fordítódjon az uniós forrásoknak, ez meg fog valósulni. Jól előkészítettük ezeket a területi operatív programokat, rengeteget egyeztettük az önkormányzatokkal. Az önkormányzatok partnerek voltak benne az elképzelésekben, és itt a megyében 54 milliárd forintot fogunk ezekre a fejlesztésekre fordítani. És nem mindegyik, itt ebből az 54 milliárdból nem mindegyik gazdaságfejlesztésre fog fordítódni, mert körülbelül a megyébe az előző ciklusban, uniós fejlesztési ciklusban egy ilyen 300-320 milliárd forintnyi összeg jött, ebből a területi operatív programok csak 54 milliárdot tesznek ki, ezeket kezelik a megyék az önkormányzatokkal együtt. És hát itt a választókörzetben is nagyon sok komoly elképzelés volt, infrastruktúra fejlesztésre, turizmusra, egészségügyi, szociális intézmények fejlesztésére. Ezeknek az egy részén már kiírásra került a pályázat, és az első döntés is megszületett. Egy ez infrastruktúra fejlesztés, ez útfejlesztés. Ez a Magyar Állam, a megyei közútfejlesztő, KHT és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat döntött arról, hogy kb. 3,5 milliárd forintot milyen ütemezésben költünk útjavításra, felújításra, akár új utak építésére.
Erről a döntés már körülbelül 3 hete megszületett a minisztériumban, a döntés előkészítő bizottság, amiben az irányító hatósága, az államtitkár és a megyei közgyűlés elnöke vett részt. Itt ezek a döntések megszülettek, tehát akár már ősszel megindulhat az utak felújításának közbeszerzése, és indulhatnak az útfelújítások. Felméréseket, bocsánat, végeztek már erre vonatkozóan, hogy hol lesznek ezek szükségesek, vagy egyeztetnek a település vezetőkkel? Ezek a tervek kész vannak, hiszen a közútkezelővel egyeztetve tudtuk azt, hogy hol vannak a legfontosabb beavatkozások, hol a legszükségesebb, komolyabb útjavítások. És hát a lakosság is tudja ezeket, a közútkezelővel ezeket egyeztettük, ezeket a terveket a közútkezelővel együtt leadtuk, és ezek lettek elfogadva. Például egy ilyen nagyon fontos dolog a Karcagon a kisújszállási út javítása is, hiszen belterületi, de állami közútkezelő kezében lévő utak közül az egyik legrosszabb állapotban van, ez is bekerült az útfelújítási programba. A 4-es út javítása is. És hát ugyan nem ebbe a programban van, de folytatódni fog most már a Szolnok elkerülő, és most már építik a 0-ás, az M0-ás és a Szolnok közötti szakaszt is, tehát sokkal könnyebben elérjük akár a 4-esen is Budapestet. Karcagon ugye sokszor felvetődik a kisújszállási úttal kapcsolatos probléma, mert ezt ugye lehet problémának nevezni, mert valóban nagyon rossz állapotban van, de ugye állami fenntartású, tehát azért lehet látni, hogy Karcagon városi keretből próbálják ezt az utat foldozgatni, javítgatni. Mikorra számíthatnak arra a karcagiak, hogy ez megvalósul ilyen túlik határidőn belül? Ez, én azt gondolom, hogy jövő tavasszal elkezdődhet a munkának, és hát igazából a karcagi önkormányzat a karcagi forrásokból ezt az utat még nem is javíthatja és nem is foltozhatja. Dobos László polgármester úrnak volt talán egy 10 évvel ezelőtt egy javaslata, még akkor alpolgármester volt, hogy áldatlan állapotban volt a kisújszállási út, a kisföldek közötti vasúti átkelő. Iszonyatos kátyús volt, és polgármester úr akkor még alpolgármesterként javasolta, hogy majd a karcagi önkormányzat megjavítja, betömi azokat a kátyúkat, és akkor a közútkezelő felhívta a figyelmét, hogy az tilos, hogy önkormányzat egy állami fenntartású úthoz bármit is hozzányúljon, még akár pluszba is tegye hozzá. Tehát ez, ha akarná, sem javíthatná az önkormányzat, ez állami feladat, a közútkezelőnek a feladata, és örülök ennek, hogy ezt a nagyon rossz állapotban lévő utat, mert igazából a problémája ennek az útnak az, hogy nem ilyen teherforgalomra épült ez az út, hiszen a széle teljesen fel van nyomódva, az útpatka, a nagy teherbírású teherautók nyomták szét ezt az utat, de remélem jövő tavasszal ilyenkor már sokkal jobb állapotú úton tudunk közlekedni. Ezzel a toppos pályázati forrással kapcsolatban mit tud mondani a karcagiaknak? Mi az, amit már el lehet mondani arról, hogy körülbelül milyen nagyságrendű forrás fog ide érkezni, és milyen pályázatok érkeztek városokból? Csak annyit tudok mondani, amik az egyeztetésben megtörténtek, hiszen Karcaggal külön egyeztettünk, hiszen kollégáim is lejöttek, és nagyon jó volt az együttműködés. Tehát infrastruktúra fejlesztésre, turizmus fejlesztésre, a szociális intézmények fejlesztésére körülbelül egy ilyen 1,5 milliárd forint összeg fog jönni ebből a forrásból. Új kerékpárút, a régi kerékpárutak javítása is, tehát látványos lesz Karcagnak ez a típusú fejlődése. Én azt gondolom, hogy nagyon jó tervekkel áll elő az önkormányzat, jól előkészített tervekkel, úgyhogy könnyű nekünk együttműködni a megyének és Karcag városának, hiszen az előkészítő munka precíz volt és jó. Én azt gondolom, hogy azok a pályázatok, amelyeket Karcag önkormányzat be fog nyújtani, ezek közül mindegyik nyerni fog. Beszéljünk most egy picit Karcagtól távolabb eső településről, a választókerületben, ugye a Bátszalókon időközi választást tartottak, nagyfölénnyel nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Balogh Gyula. Hogyan értékeli ezt a választást, illetve az elért eredmény mit igazol? Hát én azt gondolom, hogy Abátszalók egy nehéz helyzetben volt, hiszen az előző polgármester, most nem tudom, hogy milyen okból, nagyon nehezen mozdult ki.
nagyon nehezen fogadta el a segítséget, nagyon nehezen nyitott pályázatok irányába, és igazából Abátszalók stagnált. Ha aki régen akár 15-20 évvel ezelőtt járt Abátszalókon, az tudja, hogy a Tiszató fővárosa volt, nyüzsgő turizmus, nagyon sok ember, és aki most látogat, az azt látja, hogy teljesen le van ülve, ami csak egy igazi példa. Abátszalókon az elmúlt években a vendégészakák száma, az ott töltött vendégészakák száma az annyi volt, mint Karcagon. És hát Karcag nem egy igazi turisztikai központ. És hát ez belátta az előző polgármester, lemondott, és új választást kellett kiírni. Három jelölt volt, a Balogh Gyula a Fidesz színeiben, volt Karcagról Deák Eszter, ő a Karcagi Jobbiknak az alelnöke, úgy tudom irodavezetője is. Ő indult függetlenként, de a Jobbik támogatásával, és a Munkáspárt színeiben indult egy hölgy. Én azt gondolom, hogy reális volt az eredmény, hiszen Balogh Gyula 81%-kal nyerte meg, több mint 81%-kal a választást. A Deák Eszter a Jobbik által támogatott függetlenül több mint 16%-kal. Óriási különbség volt a jelöltek között, de azt gondolom, hogy az abátszalókiak reálisan döntöttek. Én azt gondolom, vagy azt mondhatnám azt, hogy ez egy ilyen kiugró példa, hiszen Abátszalók csak egy település itt, de két időközi választás volt eddig ebbe a körzetben. Mind a kétszer a Fidesz nagy fölénnyel nyert, és mind a kétszer a Jobbikot utasította maga mögé. Most hétvégén Kisújszálláson is lesz egy időközi választás, ott is várom az eredményt, hogy a tendencia folytatódik-e. Igazából az erőviszonyok nemhogy nem változtak 2014 óta, hanem igazából még a Fidesz felé billen. A Fidesz még 2014-es választások óta is erősödött. Én azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy Fazekas Sándor miniszter úr közmegelégedésre végzi a munkáját, járja a körzetet, miniszterként is dolgozik, és a Jobbikot pedig hát mardossák ezek az országos és helyi problémák. Az országos problémák, a radikálisok kiszorítása, ez az új arculat, ez a néppártosodás, de ilyet már többet értünk meg, hiszen az alapítókat egy részét már kizárták, azok a kizárókat is már kizárták az újabbak, tehát folyamatosan megy ez a dolog, és hát gondolom megtépázták itt a Jobbikot is azok a botrányok, amelyeket a Lukács László György országgyűlési képviselő akár a kampánypénz felhasználásával, vagy a külföldre a magyar orvosok kiutaztatásával foglalkozó cége jelentett. Ez elbizonytalanítja azokat a becsületes jobbikos szavazókat, akik arra gondolnak, hogy egy tisztességes vagy tisztességesek látszó pártra szavazzanak. Ez meglátszik itt az eredményeken. Ilyenkor meglátszik az, hogy a szavak és a tettek között milyen különbségek vannak. Ugye még egy kérdés Abátszalókkal kapcsolatban, illetve a választással kapcsolatban. Ön szerint mi indokolhatta azt, hogy Abátszalókon egy vidékit indítottak polgármester jelöltségért, pontosabban a polgármesteri posztért, ugye a Fidesz, KDNP és a Munkáspárt is helyi jelöltet indított, a Jobbiknál mi indokolhatta azt, hogy nem helyit indította? Hát én nem tudok, és nem is látok, és lehet, hogy nem is akarok belátni a Jobbik belső harcaiba, meg lehetőségébe. Lehet, hogy nem volt alkalmas jelölt Abátszalókon, akik az Abátszalóki vállalta volna, vagy felvállalta volna a Jobbikot, és ezért kellett egy Karcagit indítani. Bebizonyosodott az, hogy kicsi sikerrel. Úgyhogy ha attól tartottak, hogy egy abátszalóki származású jobbikos kevés szavazatot kapott volna, ennél is kevesebbet, akkor lehet, hogy jó döntés volt, de ez a 16%-a, 81%-kal szemben, ez, hogy mondjam, országos szinten is szégyen a Jobbiknak. Tehát én azt gondolom, hogy beszélgettem megyei jobbikos vezetőkkel, ők ezt katasztrofális eredménynek tartják, és azt mondták, hogy mindenképpen az itteni dolgokat át kell gondolni. De ez maradjon az ő ügyük, mi ezzel nem is kell foglalkoznunk, ez az ő problémájuk, a sikertelenséget nekik kell megmagyarázni. Talán van is egy mondás,
magyar aranycsapat futballistája mondta, hogy a győztes azt mond, amit akar, a vesztes pedig mondhat, amit akar. Én azt gondolom, hogy ezt neki kell megmagyarázni, ezzel szerintem már így is túl sokat foglalkoztunk. Ugye azt mondta, hogy Abátszalók az utóbbi évek során elveszítette úgymond régi fényét, azonban most megindult mégis valami, hiszen fejlesztések kezdődnek, fejlesztések zárulnak hamarosan le Abátszalók. Mit lehet erről tudni? Igen, meglepő módon, amikor egy kicsit lendületet kap valaki, egy kicsit a kreativitást hagyják, hogy meginduljon, akkor újult erővel törnek fel azok az ötletek, az a tettvágy, munkavágy, ami Abátszalókon is megmutatkozik. Hiszen körülbelül másfél hónappal ezelőtt volt a választás, de Balogh Gyula, mint alpolgármester, ő vitte a várost egész tavasszal az előző polgármester lemondása óta. És rengeteg pályázatot adtak be, rengeteg jól előkészített pályázatot adtak be. Az utóbbi időben mentőpontot adtak át Abátszalókon, kis helyi mentőállomás, tanúszoda épül, és nagyon sok pályázatuk, jól előkészített pályázatuk van már beadásra készen, vagy beadták. Én azt gondolom, hogy Abátszalók annyi pályázatot fog nyerni, amennyit elmúlt 10 évben nem. És ez az kell, hogy kreatív, helyi, szorgalmas, tetrekész emberek vezessék a várost, együttműködve, mert mindenképpen együttműködve a szomszéd településekkel, együttműködve a megyével, és természetesen együttműködve a térség országgyűlési képviselőjével. Mert teljesen mindegy, hogy ki milyen színekbe indul, de a környezettel együtt kell működni, mert csak együtt tudunk érni el sikereket. Ugye elkezdődött a turisztikai szezon, megkezdődött a nyár, ön tisztatalmi miniszteri megbízott. Mit tudhatunk itt Karcagon és a környékén, ugye ahol látják a Karcag Televízió adását a kedves nézők, mit tudhatunk az idei tisztatalmi szezonról? Hát ez a tisztatalmi miniszteri megbízott, ez az előző ciklusban már lejárt ez a kinevezés, de elkötelezett vagyok a térség és a Tiszató iránt. Én azt gondolom, hogy a turizmusban húzóágazat lesz itt a Tiszató a környéken, és ez Karcagra, Beregfürdőre is kihatással fog lenni. Egyre több turista jön, egyre több turisztikai beruházás van, egyre jobban fedezik fel a Tiszatavat, mert rá kellett arra jönni, hogy zsákutca volt, hogy mi második Balaton akarunk lenni. Azon kívül, hogy nagy vízfelület, sok hasonlóság nincs a Tiszató és a Balaton között. Mi teljesen másak vagyunk, sokkal szebb a természeti környezet, sokkal több lehetőségünk van a horgászatban, vízisportokban, és készülni kell arra, hogy Karcag körülbelül a Tiszatótól egy 35 kilométerre van. És nagyon sok turista fog jönni Karcagra is, ezeknek a turizmus fejlődéseinek az idegyűrűző hatására fel kell készülni. Tehát, hogyha rossz idő van, akkor ne csak Beregfürdőre, hanem Karcagra is jönnek, a karcagi kempingre, és azt gondolom, hogy Karcag és Tiszafüred a Tiszató bal partjának a két meghatározó települése, és nekünk is készülni kell arra, hogy tudjuk ebből a fejlődésből kivenni a részünket. Június 24-én készül ez a riportunk, akkor vesszük fel, ezt a kedves nézőknek mondom, hiszen vasárnap játszik ismét a magyar labdarúgó válogatott az Európa Foci Európa Bajnokságon. Ugye azt tudjuk, hogy ön is sportol, hiszen Tiszatavat körbe kerékpározza, sportrajongó, egy sajtóorgánumból tudjuk azt is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is a tagja. Mit szól az EB-hez, illetve ahhoz, ahogy a magyar csapat szerepel? Igen, ez poénos megjegyzés volt, hiszen az egyik újság azt írt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottságnak a tagja vagyok, úgyhogy ez az újságnak én viccesen meg is jegyeztem, hogy azért utána nézhetne különböző titulusoknak. Hát a futball Európa bajnokság az számomra maga a csoda. Én már felnőtt fejjel értem meg a mexikói világbajnokságot, a Szovjetunió elleni meccset. Én mai napig emlékszem az összes góra, hogy mentem ki a teremből, ahogy közösen néztük, hogy jöttem vissza. Az egy borzasztó élmény volt, és azóta nem voltunk nagyobb futballtornán a magyar válogatott, és hát ami most történik, az maga a csoda.
a nagyfiammal együtt szurkolunk, az egész család szurkol, a kicsik még annyira nem értik a dolgot, a nagyfiam már teljesen képbe van, mikor, kivel játszunk, kik a meghatározó játékosok, ez mindenképpen nagy élmény, úgyhogy ez nagy ajándék számomra, meg én azt gondolom, hogy az egész ország számára. Úgyhogy várjuk a vasárnapi mérkőzést, a belgák elleni mérkőzést, és hát kaphattunk volna ennél gyengébb csapatot is, hiszen a belgák nagyon erősek, de azt látom, hogy a magyar válogatott is mentálisan, fizikailag felkészült, tehát nem véletlen az utóbbi évtizedek egyik legjobban összerakott csapata, és hát sűrű lesz a hétvége, mert hogy 24-e van ma, és hát ugye az ország focilázban ég, bocsánat, a karcagiak focilázban is, birkafőzőlázban is égnek. Így van, és hát szombaton a birkafőző fesztivál, vasárnap pedig a belgák elleni nagyon fontos meccs, és hát karcagiak számára a birkafőző fesztivál is nagyon fontos. Igazából hogy készül? Nem a birkafőző fesztivál, hanem a birkapörkölt a nagyon fontos. Én minden évben elhatározom, hogy jövőre nem fogok főzni, csak szórakozni fogok, enni fogok, jövök, megyek, és amikor közeledik a verseny, akkor már intézem a helyet, a főzőhelyet, a birkát, tehát az a helyzet, hogy idén is főzni fogok, két birkát fogok főzni, nagy a család, nagyon sok ismerős van, és remélem nem fogom elszúrni, tehát mindenki megelégedésre egy jó birkapörköltet fogok főzni, és hát alig várom már. Úgyhogy ma délután pakolunk, a birkadarabolás, úgyhogy... Hagymapucolás lesz, sírás, rívás. Az a helyzet, hogy megoldottam, kiszerveztem a hagymapucolást, a darabolást, még nem, de a hagymapucolást azt már kiszerveztem, úgyhogy délután ki fogunk pakolni a birkafőző helyünkre, arra, ahol tavaly előtt az utóbbi 8 évben voltunk, úgyhogy ott ugyanazzal a társasággal, ugyanazzal a baráti körrel ott fogunk főzni, és nagyon jó az, hogy karcagiak egymás között, hiszen nem csak az, hogy ott vagyunk a főzőhelyen, hanem meglátogatjuk egymást, ennek minden örömével, nehézségével megkínáljuk egymást. Én azt gondolom, hogy a karcagiaknak ez egy nagyon jó találkozási alkalom, és hát délben meg lesz a jutalma egy jó birkapörkölt. Jövő héten pedig halasnapok Tiszafüreden, egy újabb tiszatavi rendezvény. Én szeretem a halat, de a birkapörkölt és a hal számomra nem egy napon említhető, nagyon finom, a halat meg lehet enni hétköznap is. A birkapörkölt, akármilyen hétköznapi nap esszük meg, az mindig ünnepételnek számít. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, elnök úr. Visszavárjuk egy következő interjúra, délutánra. Jó felkészülést kívánunk a holnapi napra, és kint a rendezvényen találkozunk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget, és minden karcaginak, minden televíziónézőnek kellemes és szép nyarat kívánok. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! A statisztikai hivatal felmérése szerint évről évre, ha csak kismértékben is, de nő Magyarországon az egyfőre eső birkahús fogyasztás. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy az ilyen fesztiváloknak azért van hatása. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 18. karcagi birkafőző fesztivált. Sokan azt is mondják, hogy nem fesztiválként kellene emlegetnünk, hanem ünnepként, hiszen az identitásunkat ez az étel méltán képviseli. Ahogy mindenki nagyon jól tudja, apáról fiúja a szálafőzési hagyomány, tudomány. A karcagi kun hagyományoknak megfelelően az állat minden részét megfőzik, a fejétől a farkáig minden belekerül a bográcsba. Én megtanultam az ősöntől, de már nagyon nagy örömünkre most már nem csak a apa meg a két fiú főz, hanem ez a főz a feleségem, folyamatosan főzött, meg főz a két unokám. A nagykunság fővárosát évről évre több ezren keresik fel a legendás birkaétel miatt. Nálunk a Dunántúlon nagyon ritkán lehet birkához jutni, meg birkaételekhez, és szenzációsan finom.
gratulálunk a szervezőknek. Svájci magyar üzletemberek egészen sajátos módon svájci csokoládé és birkapörköltet készítettek. A receptet azt bárki olvashatja, el lehet lesni mesterfogásokat is, de ennek az a lényege, hogy van egy sajátos finom íze a birkának, amit igyekszünk kihozni belőle a régi hagyományok alapján, mert az a nagyon nehéz. Azt nem lehet csak úgy ellesni, ahhoz még gyakorlat is kell. A karcagi birkafőző fesztivál nem csak a hagyományos kun ételről szólt. A kézműves vásár mellett nagy érdeklődés kísérte a hungarikumokat bemutató standot is. A statisztikai hivatal felmérése szerint évről évre, ha csak kismértékben is, de nő Magyarországon az egyfőre eső birkahús fogyasztás. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy az ilyen fesztiváloknak azért van hatása. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 18. karcagi birkafőző fesztivált. Sokan azt is mondják, hogy nem fesztiválként kellene emlegetnünk, hanem ünnepként, hiszen az identitásunkat ez az étel méltán képviseli. Ahogy mindenki nagyon jól tudja, apáról fiúja a szálafőzési hagyomány, tudomány. A karcagi kun hagyományoknak megfelelően az állat minden részét megfőzik, a fejétől a farkáig minden belekerül a bográcsba. Megtanultam a hősöntől, de már nagyon nagy örömünkre most már nem csak a apa meg a két fiú főz, hanem ez a főz a feleségem folyamatosan főzött, meg főz a két unokám. A nagykunság fővárosát évről évre több ezren keresik fel a legendás birkaétel miatt. Nálunk a Dunántúlon nagyon ritkán lehet birkához jutni, meg birkaételekhez, és szenzációsan finom. Gratulálunk a szervezőknek. Svájci magyar üzletemberek egészen sajátos módon svájci csokoládé és birkapörköltet készítettek. A receptet azt bárki olvashatja. El lehet lesni mesterfogásokat is, de ennek az a lényege, hogy van egy sajátos finom íze a birkának, amit igyekszünk kihozni belőle a régi hagyományok alapján, mert az a nagyon nehéz. Azt nem lehet csak úgy ellesni, ahhoz még gyakorlat is kell. A karcagi birkafőző fesztivál nem csak a hagyományos kun ételről szólt. A kézműves vásár mellett nagy érdeklődés kísérte a hungarikumokat bemutató standot is. A sziréna és a villogó fény ezúttal nem segíteni siető mentőautót jelent, sokkal inkább ünnepélyes alkalmat. Mentőpontot adtak át a vádszalókon. Az országos mentőszolgálat feladata az életmentés, és a legfontosabb célunk, hogy amikor szükség van rá, akkor a lehető leggyorsabban érkezhessen meg a segítség. Ennek érdekében épült nemrégiben 22 új mentőállomás Magyarországon, de még így is vannak olyan területek, ahova bizony 10-15 perc, amíg elér a segítség. Eddig a 12 kilométerre fekvő Kunhegyesről érkezett szükség esetén a vádszalókra a mentőautó. Hétfő óta a nap 12 órájában egy esett kocsi és személyzete tud a bajba jutottak segítségére sietni. Az eseteinknek kb. 40%-át eddig is ez a terület adta, ezáltal fizikailag is közelebb kerülünk az esetekhez, tehát 15 kilométer ennek megfelelő kiérkezési idő csökkenést jelent, és az óriási könnyebbség. A helyi esetekhez akár 1-2 perc alatt ki tud érni a mentőautó. Nem ez az egyedüli fejlesztés a településen, lerakták a leendő tanúszoda alapkövét is. Az a deklarált célunk, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. De a turizmus szempontjából, a település és a környék lakossága szempontjából egyaránt komoly vonzerőt jelentő fejlesztésről van szó. Ez lehetővé teszi azt, hogy akik a vidéki térségekben élnek, ugyanúgy meg tudjanak tanulni úszni, sportolni, vízilabdázni, mint hogy ez a nagyvárosokban egyébként hozzáférhető és megszokott. Az elhúzható tetőnek köszönhetően nyáron egyfajta szabadtéri strandként is működtethető az úszoda, amely a település egyetlen plusz forintjába sem kerül. Nem csak a fejlesztés költségeit, hanem utána a működtetés, a fenntartás költségeit is az állam viseli. Tehát a helyieknek és a környékbelieknek annyi dolguk van, hogy ezt jól hasznosítsák, hogy a gyerekeknek ez egy sportolási lehetőséget teremtsen. Az egy 25 és egy 10 méteres tammedencét magába foglaló tanuszoda várhatóan március közepére készül el. Köszönöm.
Köszöntöm nézőinket a Déli Nép Kulturális Központból. Hamarosan kezdődik a szimfonikusok, nagyon szép hangversenyen, de hogy mi is ez pontosan arról darulánra akarna, hogy beszélgetünk. Örülök, hogy találkozunk, hiszen megbeszéltük évelején, hogy meglepetéssel készülnek. Ez az egyik meglepetés, gondolom, de biztos lesz még. Beszéljünk a mostani meglepetésről, mi is ez pontosan. Én is szeretném először köszönteni a közönséget. Hát ez Pietro Mascagni egyik operája, Parasztbecsület című opera, és hát egy picit a történetéről csak annyit, hogy találunk benne szerelmet, ármányt, árulást, úgyhogy egy ilyen tipikus szappanoperaszerű történetet láthatunk és hallhatunk. Hát így ennyit röviden. Akkor ne lőjük le a poén, de akkor ez egy ilyen nyári kis, nyári kis könnyedebb kis történetecske is. Viszont itt mögöttünk érdekes dolog van, aki még nem volt a Dénében, azt gondolom nem is tudja, hogy itt van egy zenekar járok. Úgyhogy a zenekar most egy picit el lesz bújva a közönség előtt. Gondolom, hogy ez is izgalom. Ez is nagy izgalom, igen, főleg nekem, mert én még soha nem állhattam árokban, legalábbis így koncertszerűen nem. Úgyhogy, és nagyon örülök, hogy sikerült ezt így megoldanunk itt, mert hiszen ugye rendelkezésünkre állt ez az árok, csak ki kellett alakítani, hogy ez tényleg működőképes legyen. Gondolom, hogy mindenki nagyon izgul, mert biztos, hogy nagyon sokat is próbáltak, de kik közreműködnek még a mai esten? A mai esten mondhatom, hogy méltán világhírű énekesek fognak közreműködni. Balga Gabriella lesz a főszereplő, és Turpinski Gippert Véla. Valamint közreműködik még a Kovács Anna Mária, illetve Gémes Katalin és Tóth János is, mint szólistaként, illetve őket fogja kísérni a Karcagi Szimfonikus Zenekar és egy egyesített vegyes kar, akiket Debrecenből, Egerből, illetve értelemszerűen Karcagról és környékéről hívtunk össze. Hát akkor ez így gyorsan összeadva, már 150 főnél tartok körülbelül. Igen, hát körülbelül ott tartunk már, igen. Akkor azt hiszem, hogy ez egy nagy izgalom az ön számára is. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres a mai este, és akkor várjuk a következő meglepetést. Nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon várom már a legközelebbi alkalmat is. Kovács Szilviával beszélgettünk, hogy a zenekar hogyan élte meg ezt a mai meglepetést, hiszen azért gondolom rengeteg próba van mögötte ennek a hangversenynek, és az előbb beszéltük a Karn, hogy azt mondja, hogy olyan 150 ember körülbelül, aki most itt föl fog lépni. Hát igen, hiszen énekar is szerepel, és a zenekar is elég nagy bezetszunggal, hogy így fogalmazzak, fog részt venni ezen a koncerten. Furcsa, mert zenekari árokban játszunk, és erre még nem volt példa, és nagyon sokan még nem játszottak zenekari árokban, akinek nem volt zenekari múltja, nem játszott színházban, az ezt az érzést nem tapasztalhatta meg. Másképp kell játszani, másképp kell figyelni mindenkire. Én úgy gondolom, hogy ez nagyobb figyelmet, de nagyon nagy élvezetet jelent mindenki számára, ez egy nagy élmény lesz, és én bízom abban, hogy a közönségnek is élmény lesz, hogy a zenekart nem látja, hanem csak a szereplőkre, az énekesekre tud koncentrálni, így egészen más hatása lesz ennek a előadásnak. Itt hallottuk, hogy a Parasztbecsület lesz ma színpadon, és azt beszéltük, hogy ez egy kicsit ilyen könnyedebb nyári, nem nagyon mondtuk el nézőinknek a tartalmát, hiszen Andrea nem szerette volna lelőni a poént, de azért egy picit nézőinket avassuk be a történetbe. Én sem szeretném beavatni a történetbe őket, úgyhogy én nem fogom megmenteni ilyen téren a hazát. Mindenki nézze meg, aki nem teheti, hogy helyszínen élőben látja, én javaslom, hogy majd a televíziós felvételt tekintse meg. Bizonban van, hogy lesznek ismerős dallamok, hiszen van benne olyan dallam, amit többször, sokszor lehet hallani, és már a karcagi közönség is többször hallotta tőlünk is, a mi előadásunkban is. Nagyon népszerű, nagyon fülbemászó, kellemes, romantikus dallamok ezek. Van benne vidámság, és van benne tragédia is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden érzelmi skálát bejárunk ezen az estén, és én bízom abban, hogy a közönségnek ez maradandó élmény lesz. Igen, én az ismerős dallamokra szerettem volna egy picit kiegyezni, ha nem is mondjuk el a történetet, de akkor ön ebben azért kicsikét partner volt, hogy súgott egy kicsit a nézőknek. Én azt kívánom, hogy legyen ma nagy siker a közös fellépésnek, és akkor hasonlóan szép előadásokat kívánunk még, hiszen azt gondolom, hogy ez ritkaság Karcagon, és mindenki szereti erre eljönni. Igen, én is bízom abban, hogy ez így lesz, és azért elmondhatjuk, hogy nem csak Karcagon, hanem a környéken is ritkaság, hogy zenekarjárokkal rendelkező művelődési ház van, és én bízom abban, hogy azokat a darabokat is, amiket eddig kénytelenek voltunk zenekarjárok nélkül megoldani, ismét szimpl-
színpadra vihetjük, és meg tudjuk mutatni így ilyen formában is a karcegi nézőknek, és bízom abban, hogy a környező településekről minél többen jönnek és nézik majd meg ezeket az előadásokat. Szimfonikusoktól itt megszoktuk, hogy a kihívásokat szeretik. Na azt gondolom, hogy akkor ez a zenekarjának egy megugrandó kihívás, amit azért már sikerült megugrani, és akkor én azt kívánom, hogy sok szép élménnyel gazdagodjanak Önök is. Köszönjük szépen, remélem, hogy így lesz, bízunk benne. Köszöntöm nézőket, a Karcegi Nagykun Református Általános Iskolába Ferenczy Péter nével beszélgetünk, hiszen egy nagyon szép dolgot vihetett véghez az Ön osztálya, mint osztályfőnökön is részese volt ennek. Itt a pólón már olvashatjuk, hogy tértánc koncert. De mi is volt ez pontosan? Június 3-án vettünk részt egy nagyon emlékezetes és nagyon nagy szabású programban az osztályommal, a fesztiválzenekar Fischer Iván vezetésével a toleranciáért rendezett egy koncertet, amelyen 500 hátrányos helyzetű településről és szerencsésebb körülmények közül származó gyerekek vehettek részt, együtt táncoltak a fesztiválzenekar zenéjére, amely Stravinsky Kártyajáték című műve volt. Mint egy 5 hónapig tanulták a gyerekek a koreográfiát, és Debrecenből jött hozzánk minden héten egy tánctanár, Puskás László, aki kitartó munkával tanította a gyerekeknek a mozdulatsort, és rendkívül megfeszített tempóban készültünk erre az eseményre. De azt gondolom, akkor ez a gyerekeket is jobban összehozta, az osztályközösség is jobban összecsiszolódott, hiszen akkor nagyon sokat voltak együtt tanórán kívül is. Természetesen ennek hatalmas közösségépítő ereje volt, mert egy olyan plusz feladatot vállaltak a gyerekek, ami azért nem mindennapi, sem abban, hogy egy ilyen világhíres zenekarral együtt dolgozhatunk, sem abban, hogy egy ilyen nehéz feladatot ők felvállaltak. Ők voltak a legkisebbek a résztvevő gyerekek közül, hiszen mind 8-9 évesek, és nem volt könnyű megtanulni ezt a bonyolult mozgássort, de kitartóak voltak, nem adták fel, és nagyon sokat gyakoroltunk. Akkor mutassuk be egy picit az osztályt, mit kell tudni, hány fős az osztály, milyen erősségei vannak a kis közösségnek. 25 fős az osztályunk, és nagyon nagy várakozással álltak ezelőtt a feladat előtt. Örömmel vállalták, örömmel fogadták a felkérést, és megbeszéltük, hogy ezt most mi közösen megcsináljuk, és így is lett. Voltak persze nehéz pillanataink, voltak olyanok, amikor kifogyott egy picit az energia, de nagyon jó volt, hogy biztatták egymást, és az erősebbek mindig vitték magukkal a gyengébbeket, az ügyetlenebbeknek kicsit több gyakorlásra volt szükségük, de mindenki teljesen oda tette magát, és így kialakult a végére a közös produkció. De gondolom, akkor ez a tanórán is így van, hogy húzzá egymást az osztály, tehát aki egy picit lemarad, akkor az segítik. Legalábbis ebből nekem ez jönne. Természetesen nem csak ebben a táncban, hanem az egész iskolai életükben is jellemző ez, hogy egy nagyon jó összetartó kis társaság. Azáltal, hogy közös programokat szerveztünk, amelyek közül ez volt a legnagyobb volumenű, ezáltal a szülők is közelebb kerültek egymáshoz, és így nagyon jó hozadéka volt ennek az egész programnak, a közösségépítés. Hát akkor azt gondolom, hogy az első lépés az megvolt, és akkor reméljük, hogy lesz még a következő években is valami hasonló nagy volumenű felkérés az osztálynak. Remélem, hogyha jövőre is sikerül belekerülnünk a programba, akkor örömmel tesszük majd, és örömmel készülünk megint rá. Akkor én azt kívánom, hogy ezekből az élményekből még sokáig töltekezzenek, és akkor a nyári szünetben pedig úgy jöjjenek vissza szeptemberbe, hogy igen, kezdjük újra és nevezzünk. Köszönjük szépen, reméljük, hogy így lesz, és állunk elébe a feladatnak jövőre is. Köszönjük szépen. Az előbb már érénkétől hallottuk, hogy Puskás László volt a táncpedagógus, aki betanította a gyerekeknek a táncot. Beszéljünk egy picit az egészről, de inkább hegyezzük ki a karcagi kis csapatra, hogy milyen volt velük együtt dolgozni.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy nagyon jó hangulatú fél évet tudunk magunk mögött. Ugye minden héten egyszer, a vége fele már egyszer-kétszer többször is jöttünk, vagy jöttem ide Karcagról, ugye Debrecenből. Hát amit el kell mondani mindenképpen, hogy ebben a tértáncban ugye közel 500 gyermek táncolt, országos rendezvényről van szó, tehát nem csak itt a régióból, hanem az egész Magyarországról válogattak össze csoportokat, és azt el kell mondani, hogy a karcagi második osztályosok voltak a legfiatalabbak, és ugye azt tudni kell, hogy nem néptánc, nem klasszikus balett, nem modern tánc, hanem a háromnak az egyvelege volt kombinálva. Ugye alapvetően Stravinszkinak a Kártyajáték című művére volt betanítva, ezekből 5 vagy 6 kisebb betétre volt folyamat összerakva, és ezt mindenhol ezt tanulták meg a gyerekek, és azt kell, hogy mondjam, hogy az itt a második osztályosok nagyon-nagyon sok sikert hoztak szerintem a karcagiaknak, mert nagyon ügyesen megtanulták ezeket a folyamatokat. És milyen volt velük együtt dolgozni? Nagyon jó. Nagyon jó. Egy mosolygós, jó hangulatú, nagyon kedves kis csapat, akik azt gondolom, hogy a vége fele tényleg nagyon... Hát amikor már idejöttem is, jöttek, hogy Laci bácsi, és akkor jöttek, aztán utána a következő héten, amikor már nem kellett jönni, akkor beszélgettünk telefonon Irénkével, is mondta, hogy kérdezték a gyerekek többen, hogy akkor ma nem jön Laci bácsi, már nem lesz tánc is. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és sokkal több ilyet kellene rendezni, hogy minél több gyerek, minél több ilyen nagy programba. Mert igazából a mozgás, a tánc, mindegy az, hogy most népzene, modern zene, kortárs balett, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek jó az, hogyha minél szélesebb dolgot megismernek, hogy tudjanak a későbbiekben miből választani. Hát akkor reméljük, hogy lesz még több lehetősége itt karcagiakkal együtt dolgozni. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk! Mi is nagyon szépen köszönjük! Dr. Molnár Sándorral beszélgetünk arról, hogy hogyan is került ebbe a programba a második B-osztály. Hát ennek nagyon egyszerű a története. Biztos sokan tudják, hogy volt a zsinagógában egy koncert, amelyet a fesztivál zenekar Fischer Ivánnal az élen játszott, és az előzetes terepfelmérésen, mikor lent voltak, szétnézni Karcagon és megnézni a zsinagógát, akkor egy ebédnél, ahogy szokott lenni, kiderültek a fesztivál zenekar programjai. És akkor mondták, hogy lesz egy ilyen program, a tértánc, amelyen 500 gyereket akarnak táncoltatni. És akkor én megkérdeztem, hogy hogy is van ez a történet. És akkor elmondta a Erdődi Orsolya, aki a harmadik ember a fesztivál zenekar vezetésében, hogy 10-12 éves gyerekek fognak táncolni Stravinszki Kártyajáték című művére. És akkor mondtam, hogy igaz, hogy a mi gyerekeink nincsenek ennyi idősek, de nem lehetne megcsinálni azt, hogy ők táncoljanak, és hát mi 8-9 évesek voltunk. Ezt azért mondom, hogy mi, mert ugye az én fiam is ebbe az osztályba jár, és végül is szolid rábeszéléssel, illetve Fischer Iván segédletével sikerült elintézni, idézőjelbe, hogy a mi osztályunk a Refi 2B részt vehessen ezen a táncon. Igen, itt az előbb már láthattuk, hiszen az iskolában is bemutatták, itt nagy sikert arattak, de biztos, hogy a gyerekeknek, hiszen az ön fia is biztos, hogy sokat beszél azóta is erről, biztos, hogy nagy élmény volt ott fönt Budapesten annyi ember előtt táncolni. Hát alapvetően az a nagy élmény, hogy ugye kimegy az ember a Hősök terére a saját osztályával, a saját tanáraival, a saját szüleivel, és akkor látja ott azt a rengeteg embert, aki azért ment oda, hogy ezt a társaságot, nyilván a fesztivál zenekart is láthassa. El kell mondanom, a gyerekek egyáltalán nem voltak megilletődve. Nagyon lelkesen készültek erre a táncprodukcióra. Nyilván én minden héten hallottam, hogy most lent volt a tanárbácsi, és megint új részt tanultak, és megint új részt tanultak. És ilyen csillogó szemmel, és mikor mondta ezt a Tomi, és mikor kérdeztem az osztálytársait, azok is rettentő nagy izgalommal készültek,
el kell mondanom, hogy az enyém volt a legegyszerűbb feladat, mert mondjuk úgy, hogy én kitaláltam ezt az egészet egy elmondás alapján, illetve hát nem kitaláltam, csak próbáltam csatlakozni hozzá. Bizony ezt a tanítónéniknek és a tanítóknak, akik ezt csinálták, őnekik raktam a vállukra a nagy-nagy nehézséget, hogy ezek a gyerekek helyt is álljanak, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy elviselték azt a dolgot, amit én végül is a nyakukra raktam, és tényleg rendkívüli lelkesedéssel, odaadással csinálták ezt a felkészítést. Itt az előbb már beszélgettünk Kirinkével és a tanárúrral is, aki segített Debrecenből a csoportnak. Mindenki bízik abban, hogy még kapnak majd másik lehetőséget is, hiszen annyira megszerették ezt az egészet. Úgyhogy reméljük, hogy lesz még a következő, mi 8-ig még ide járnak az iskában valami hasonló. Hát ezt a tértánc koncertet szeretnék folytatni. Nekem volt lehetőségem arra, hogy nagyjából mindenkivel beszéljek, aki a vezetésre volt. Nagyon meg voltak elégedve az összes gyerekkel, velünk is, külön hát a Karcaga, a birkapörkölt miatt egyébként is a lelkükben van, erre emlékeztek, és kaptunk meghívást a következő táncra is. Úgyhogy még fél évig foglalkoznak velünk, tehát jönnek le még erősíteni a gyerekekkel gyerekekben ezt a történetet, és úgy gondolom, hogy januártól pedig el fog kezdődni a felkészülés a következőre. De akkor azt gondolom, hogy ez jó hír, hiszen ezt a gyerekek még nem is tudták, még Irénke sem tudta, csak reménykedtek abban, hogy lesz folytatása. Akkor én azt gondolom, hogy már megérte ott lenni, és én további szép sikert kívánok az osztálynak, és hát az apukáknak, anyukáknak, meg nagymamáknak, meg nagyon nagy büszkeséget a gyerekekre és az unokákra. Hát ha körbenéztek, vagy látják majd a felvételeket, akkor nem csak a szülők voltak ott, hanem a nagyszülők is ezen a koncerten. Egy nagyon jó osztályszülőközösség alakult ki, Csillebércen együtt aludtunk, aztán együtt mentünk cirkuszba a gyerekekkel. Egy kétnapos remek program részeként ez is megvolt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó leső érzéssel gondolhatok erre a történetre. Akkor sok szép élményt kívánunk még, köszönjük szépen! Én is köszönöm! Köszöntöm nézőinket, egy nagyon jeles rendezvényre készülünk, hiszen július 1-én ismét kerékpárosok érkeznek a városunkba, hogy mi is ezt pontosan azzal a főszervezővel, ezen Karmel Károllyal beszélgetünk. Ismét találkoztunk, hogyan érkezik Karcagra ez a futam és honnan? Egy hosszú napok után érkezik meg Karcagra a Tour d'Anglia ebben az évben is. Maga nap is hosszú lesz, hiszen Ceglédről Karcagig közel 200 km fog megtenni a mezőny. Látszólag térképen nézve egy könnyű szakasznak tűnik, hiszen teljesen sík az etap, de ha a tavalyi évet nézem, hiszen akkor is Karcagi befutónk ott egy hosszú szakaszon, nagyon megviselt a mezőnyt a kánikula. Idén sem hiszem, hogy július 1-én sokkal hűvösebb lesz, tehát egy borzasztó komoly kihívásokkal teli etap végén jön ide a mezőny. De nem csak Ceglédet után jönnek, hanem előtte már lesz már 3 napjuk, hiszen Szombathelyen fog indulni a Tour de Hongrie, június 28-án, kedden. Majd szerdán lesz egy fertőd keszthely szakasza a túrnak, a Balaton partjára fog megérkezni. Szerdán, június 30-án pedig lesz egy, bocsánat, csütörtökön lesz egy balatoni szakasza a túrnak, amikor is keszthely és siófokot kötik össze kerékpárral, egy kis kitérővel, a Somogyi Dombságot oda-vissza megmászva elmennek egészen Kaposvárig. Tehát siófoki befutó után július 1-én a mezőny átautózik délelőtt Ceglédre, és ott egy szusszannak, ebédelnek a fiúk, és a mezőny kerékpára pattan Vadceglédről egészen Karcagig teker, ez lesz ugye a leghosszabb napja ez évi Tour d'Anglinak. Majd Karcagon, ha már úgyis, ha jót pihentek a hosszú nap után, utána jön a királyetap, Karcagi rajtal, Kékestető a cél. Kékestetőre fognak feltekerni az ország legmagasabb pontjára. Azt gondoljuk, hogy magyar körversenyt nem lehet szervezni Magyarország legmagasabb pontja nélkül, ezért ide mindenképpen várunk rengeteg szurkolót. Erre külön szervezünk egy amatőr eseményt, Gyöngyöstől Kékestetőre lesz egy amatőr kerékpáros túra Kékesre fel néven. Ingyenes túra, bárkit várunk erre az eseményre, 18 km maga a túra távja. Gyöngyöstől Kékesig,
van akinek ez 50 perc, van akinek másfél óra, van akinek kettő, de adunk időt bőven rá, mert hogy a mezőny előtt két órával lesz a rajt, a túr mezőny előtt két órával lesz a rajt Gyöngyösön, tehát szerintem mindenki, aki bringázik ezt a távot, tudja teljesíteni. És hát kékestetői király szakasz, királyetap után, kerül az utolsó szakaszra, amikor pedig a mezőny Budapestre érkezik Gyöngyösről. Biztos, hogy látványos lesz végig, de hány ország, hány versenyzőjét várjuk Karcagra? Minket is meglepett, amikor végigszámoltuk az országokat, a versenyzőket pontosan, hogy hány országból érkeztek, hiszen eddig is tudtuk, hogy a mezőnyben több országból jönnek versenyzők, mint a hány csapat érkezik. 17 csapat egyébként a résztvevők száma, 6 fős egy csapat, hiszen nagyon sok csapatban nemzetközi gárda áll össze. Például a verseny egyik esélyese, Lovasi Krisztián egy olyan csapatban versenyez a Tiferdan csapatában, amely csapat luxemburgi, de csak egy luxemburgi versenyzőjük van, minden más versenyző más országból érkezik, és egy nagyon erős csapatot tudtak így összerakni. Így van ezzel szinte mindegyik gárda. Ezért is lett ez a szám, hogy 34 országból jöttek a versenyzők, ami azért egy nagyon szép szám, sok sportem a világbajnokságon nincsenek ennyien. És ebben is látszik az, hogy mennyire fontos ez a verseny a európai kerékpárs, a világ kerékpárs sportjában, hiszen több földrészről is jönnek bringások. Maga a versenyen a pénzíj mellett lehet szerezni komoly világranglista pontokat is, aminek az értékét jól mutatja, mondjuk tavaly Lovasi Krisztián például megnyerte volna a túrt, akkor olimpiai kvótát tudott volna szerezni, tehát a versenynek a rangja az elég komoly a nemzetközi porondon is. Hát akkor azt gondolom, hogy mindenki látogasson július 1-én ki a Karcagon a Kossuth térre és a környékére, és akkor szurkoljunk együtt Krisztiánnak és a többi magyar versenyzőnek. Köszönöm szépen, én is szorítok nagyon neki is, és köszönöm Karcagnak, hogy vendégül lát minket, és szeretünk idejönni, hazajövünk Karcagra, barátok közé jövünk. Köszönöm. Mi is köszönjük, és várjuk Önöket nagy szeretettel. Köszönöm. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsoron következik, melyben a Határtalanul program idei esztendeiről beszél nekünk Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és üdvözlöm a kedves nézőket. Ismét meghívtuk Önt egy stúdió beszélgetésre, hiszen az intézményben Ön az, aki a Határtalanul programot koordinálja. Mi is ez a Határtalanul program, és mióta vesz Ön ebbe részt, mióta intézi ennek a pályázatnak a kisebb-nagyobb ügyeit? A kormány döntése alapján megpróbálnak lehetőséget teremteni arra, hogy minden hetedikes átjusson a határon túlra a magyar lakta területekre tanulmányi kirándulás céljából, és erre pályázatot írnak évről évre. Mi már negyedik alkalommal voltunk Bácskosútfalván ilyen lehetőséggel. Akkor már nagy rutinjuk van. Igen, bejáratott útjaink vannak, már most egy picit változtattunk is, a második napi programot megváltoztattuk, egy kicsit más irányba indultunk el, eddig nyugatra Bács, Zombor, Bácsvárát néztük meg, Zomborban jártunk, most keletre vettük az irányt, csodálatos, gyönyörű, szép helyekre jutottunk el, a kinti kollégákkal együtt működve
Mindjárt majd beszélünk részletesen a kirándulás programjáról. Azt mondta ugye, hogy a magyar kormány döntése értelmében vált ez lehetővé az ilyen jellegű kirándulások, programok. Ön szerint miért fontos mindez, és miért adnak erre lehetőséget, hogy a határon túli magyar lakta területekre kijussanak a magyar iskolások, a magyar diákok? Miért fontos ez? Fontos tudniuk, hogy ott is magyarok élnek, hogy milyen körülmények között hogyan kerültek oda, hogy nem oda költöztek önszántukból, hanem egy, nem részletezem, hogy milyen döntés alapján kerültek oda. Hiába tanulnak órákon, Trianonról, sok mindenről, addig, amíg saját élményeiken keresztül nem találkoznak ezekkel a helyzetekkel, addig igazából nem tudják elképzelni. Tavaly decemberben voltak Moravicáról vendégeink, az iskolából gyerekek felnőttek, és volt olyan hatodikos kisfiú, aki rácsodálkozott, hogy ti tudtok magyarul. Tehát azt gondolom, hogy még van mit tenni ezen a téren. Mesélj nekünk magáról, erről a programról, milyen előkészítő munkálatok előzték meg ezt a kirándulást. Mivel hogy a nevében is benne van, hogy tanulmányi kirándulás, tehát alapvetően nem egy jutalom, és kimegyek, és jól érzem magam, bár ez utóbbi is nagyon fontos, de van előkészítő feladat, gyűjtőmunkát végeznek a gyerekek, megismerkednek a célterülettel, milyen a földrajza, éghajlata, történelme, művészete, már most mindenki ismeri a szecessziós épületek jellemzőit. Miután felkészülnek, van úgynevezett előkészítő óra, amikor számot adnak arról, hogy mit tanulnak. A pályázat kiírása szerint meg kell hívnunk egy előadót, aki saját élményeiről mesél, illetve adott szempontokról, történelmi háttérről. Ez a szakavatott utazó, ez Lévai Kálmán már évek óta, aki történelmi ismereteket térképpel alátámasztottan bemutatja, hogy is alakultak a határok, mi is volt tulajdonképpen. Az előkészítő órára egy kedves ismerősünket, aki Bácskosútfalváról települt Karcagra, hívom meg már második éve, és azzal indítjuk az órát, hogy egyrészt látják a gyerekek, hogy ott is olyan emberek élnek, mint itt Karcagon, másrészt Józsi barátunk tanítja egy kicsit a szerbek jól ismert táncára, a kólóra a gyerekeket, és hát ez is egy külön élmény, hogy nyilván elsősorban a határon túli magyarokkal találkozunk, foglalkozunk, de azt a kultúrát is egy kicsit ismerjük meg, amiben ők élnek. Van egy fakultatív előkészítő óránk is, itt a Noszti fiú esetet Tóth Marival című filmet nézik meg a gyerekek, dolgozzák fel a magyar szakos kollégákkal. Ennek az a háttere, hogy a szállásunk abban a házban van, ahol a Tóth Marit, úgymond, akiről mintázta Mikszáth Kálmán Tóth Marit, az Ungár Piroska családjának a házában laknak a gyerekek, lakunk a kinti néhány napban. Ezt követi a kiutazás, kapnak egy úti naplót a gyerekek, amiben folyamatosan napról napra válaszolnak kérdésekre, vezetik, mi mindent látnak, néhány érdekességre rá irányítom az úti napló segítségével a figyelmüket. Ez is azt gondolom, hogy egy kicsit tudatosabbá teszi a kirándulást, a kintartózkodást. Aztán a hazautazás után is vannak még kötelezettségeink, úgynevezett értékelő órát tartunk, amikor megbeszéljük, kinek mi tetszett, mi az, amin esetleg változtatni kellene szerintük, de általában olyan pozitív élményekkel jönnek haza, hogy minden nagyon szép, és már mikor mehetünk vissza. És még van egy úgynevezett bemutató óra, amikor a jövő évi kiutazó csapatnak, mert már azt is tudjuk, hogy van jövőre is egy 20-néhány fős kis csapat, akik utazni fognak, már megnyertük a jövő évi pályázatot, és nekik mutatjuk be, hogy milyen volt
mire számítsanak. Mit lehet tudnunk például ennek a pályázatnak az anyagi vonzatáról ebben az évben, milyen összeget nyertek az idei útra, és mondjuk ha az előző évekkel összehasonlítjuk, akkor ez több-e, vagy azért gyakorlatilag mindig hasonló nagyságrendben tudnak pályázni? A pályázat a utazás költségét fedezi, illetve a kintartózkodás szállás költségét. Így ebből adódóan nagyjából hasonló, attól függ, hogy a szolgáltatóktól milyen árajánlatot kapunk. A busz költsége az, ami egy kicsit változó. Most 715 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a pályázat megvalósítására. De például a Moravici iskola meghívott bennünket az egyik este egy közös vacsorára, a kollégák és a mi gyerekeink vettünk részt ezen, tehát a kinti kollégák és a mi kis kiutazó csapatunk, ez is csökkentette a családok költségét. Mikor volt ez a kirándulás és hogyan indult? Akkor nézzük át a programot. Június 6-án hajnalban indultunk, 4:30-kor már el kell indulnunk, ugyanis a pályázat szerint délelőtt, délután és este kell programokat biztosítanunk. Hány fővet most észak? 24 diákot vittünk, 24 diákhoz 3 kísérő pedagógus jár. Éltünk is ezzel a lehetőséggel, mert azért van feladat. Bármennyire is válogatott társaság, nagyon szeretnek menni, és természetesen mindent megtesznek, hogy mehessenek erre az útra, de azért mindig minden gyereket két szemmel kell figyelni, nehogy valami baj történjen. Szóval hajnalok hajnalán indulunk, 4:30-kor, és Tompánál megyünk át a határon. Szabadka az első állomás, főleg a városközpont, városháza, gyönyörű, tényleg csodálatos látvány. A gyerekek is rengeteg képet készítettek, annyira látszott, hogy mennyire rácsodálkoztak ezekre a szépségekre. Szabadka után indulunk Moravicára, útközben megállunk egy 1848-49-es emlékműnél, a Kaponyai csata tiszteletére állított emlékműnél, egy rövid fejhajtásra és szalagkötésre. Moravicán, hát jól indul a dolog ebéddel, aztán a szállás, elfoglalás, ez hatalmas nagy izgalom mindig. Utána a faluban teszünk egy kis sétát, azt követően már közös programok vannak a kinti gyerekekkel. Van egy falu ismereti vetélkedő, amiben vegyes csapatok vannak, két moravici és két karcagi diák alkot egy csoportot. Kapnak egy feladatlapot, amin az útvonalat ismerhetik meg különböző rejtvényes feladványok útján. Míg a csapatok egy része a faluban jár kell, addig a többiek, amíg nem kerülnek sorra, vagy ha már teljesítették a feladatukat, akkor az iskola szőlős kertjében segítenek a szőlőművelésben. Ez is egy érdekes dolog, legalább ismerkednek az ottani szokásokkal, meglátják, hogy milyen szép kis kertje van az ottani iskolának. Ezt követően játékos sorverseny van, ahol szintén két vegyes csapat verseng egymással, nagyon jó hangulatú kis küzdelmek ezek, és aztán eléggé elfáradunk ahhoz, hogy örülünk annak, ha nyugovóra térhetünk. Hát azt nem mondom, hogy mindenki alszik is, mert azért közös szállás, együtt lét azért sok izgalommal jár, és általában hajnal fele van egy kis pihenés csak. A keddi napot úgy töltöttük, hogy néhány moravici diákkal közösen indultunk útnak, és Óbecsén voltunk a Tán fivérek emlékházában. Itt egy fantasztikus természettudományos interaktív kiállítás van. Nagyon élvezték a gyerekek a játékokat, egy kis csodák palotája. Illetve a Tán Mór festőművész képeit néztük még meg egyúttal.
azután egy zsilipet, egy korábban, tehát abban a korban, amikor építették, akkor világ szenzáció volt a műszaki megoldása. Ez is egy különleges dolog. Törökbecsére mentünk, itt például egy aradi vértanú előtt tisztelektünk, a mellszobra előtt, megint csak szalagkötés és történelmi háttér ecsetelése, és így tovább. Aztán Aracsra mentünk egy régi templom maradványt néztünk meg, azután Sóskopón egy természetvédelmi csodálatos képződményt, egy olyan tó ez, a Sóskopói, ahol ha húzamosabb ideig szárazság van, akkor csupa fehér só képződmény látható csak, és különlegesen gazdag élővilága van, különösen a madárvilága fantasztikus. Azt mondják, hogy a szegedi természetvédelmi területnek nagyjából a folytatása ez, tehát szervesen kapcsolódik hozzá. Nagyjából, és este, amikor hazajöttünk, akkor vártak bennünket az iskolában vacsorával, ezt követően pedig egy kis táncest volt a helyi diákokkal. És hogyan zárult? Szerdán reggel elköszöntünk a vendéglátóktól, és Topolyára indultunk. Ott is a közös múlt, közös értékek kutatása. Egy tájházat nézünk meg ilyenkor, ami teljesen olyan, mintha itthon lennénk. Tényleg olyan használati eszközöket láthatunk, mint amiket itt is egy-egy tájházban, múzeumban. Van egy Kovács Bognár ház, ahol ennek a két mesterségnek az eszközeivel, termékeivel ismerkedünk. Ezt követően megnézzük a Kráj kastélyt, amiben ma egy nagyon szép kis múzeum működik. Múzeum ugyan, de olyan kiállításai vannak mindig, amikre rácsodálkoznak a gyerekek. Mellette van egy csodálatos katolikus templom, ahol a tiszteletes úr nagyon kedvesen bemutatta a templomot, annak történetét, magyar vonatkozásait. Utána indulunk tovább, egy szélmalom van, egy tóparton, ami nagyon hasonló a karcagihoz. Ilyenkor mindig körbe szokták a gyerekek fogni, hogy a kis csapat körbeérje, hát éppen pontosan sikerült körbeérni. Aztán Zobnaticára megyünk, ló versenyeiről, ló tenyészetéről híres, szerencsére újra felvirágzik ez a telep, úgy tűnik. Itt a Törlei kastély mellett egy kis pezsgős emlékezés a Törlei családra. Kölyök Pezsgővel szokta Lévai Kámmán megvendégelni a csapatot. Parkban sétálgatunk egy kicsit a lovardába, megnézzük a legújabb csikókat, ezt is nagyon szeretik. És akkor az utolsó program Palicson, a tóparton sétálunk egyet, szintén a szecessziós épületeket, emlékeket nézegetjük meg. A parkon keresztül eljutunk az állatkertig, és akkor itt zárul a program. Színes változatos program, amin részt vesznek. Említette az előbb, hogy az utolsó este egy közös rendezvény van a helyiekkel. Azt is mondta, hogy egy táncos estén vesznek részt. Ilyenkor a kintiek készülnek-e valami meglepetéssel, tehát egy tánc bemutatóval, egy helyi sajátossággal a karcagiak számára, illetve önök innen visznek-e valami hasonló produkciót? Ez változó volt, amikor kis néptánc bemutatót rögtönöztünk. Igazában ez a rész a kintiek szervezése. Úgy gondolom, hogy mint vendéglátók, akkor szervezzék úgy, ahogy ők szeretnék, és mindent, zenét, esti programot, mindent már ők biztosították. Addig a kollégákkal jót beszélgetünk, hagyjuk a gyerekeket, hadd szórakozzanak, és olyan barátságok, kapcsolatok. Ezt akartam pont kérdezni, hogy ők ismerkednek-e, igen, tartják-e igen a kapcsolatot, egyáltalán hogyan viszonyulnak egymáshoz? Annyira természetes módon, és olyan jól látni, ahogy
ismerkednek egymással, és tényleg úgy volt, hogy hazajöttünk, és néhány nap múlva jött egy kis csapat küldöttségbe, hogy de hogy tudnánk megoldani, hogy újra mehessünk. Mondtam, hogy majd próbálkozunk, de a moravicaiaknak is vannak pályázataik, és úgy tűnik, hogy lesz lehetőségünk találkozásra, itt Karcagon is vendégül tudjuk őket látni. Egyébként, hogy mennyire maradandóak azért ezek a kapcsolatok, a mostani szervezésnél a tavalyi kiutazók is jelentkeztek, hogy ők nagyon szívesen mennének újra, mert nagyon jól érezték magukat, és tudom, hogy vannak olyanok. Hát a mai világban a technika lehetővé teszi akár a napi kapcsolattartást is, tényleg működik. Említette, hogy amikor hazajönnek, utána ugye egy picit ülepednek az élmények, tartanak egy értékelő órát a diákok számára. Hogyan, tehát akár a történelmi hátteret, és mennyire értékelődik át bennük az, amit megtapasztalnak? Tehát azáltal, amit megtapasztalnak, az, amit addig tudtak. Én azt gondolom, hogy teljesen. Azt látják, hogy ott is ugyanolyan emberek élnek, mint itt, és kedvesek, segítőkészek, barátságosak, és nagyon jó ott. Tehát ők bennük, én azt gondolom, hogy elsősorban ezek az érzelmek azok, amik nyomot hagynak, és bízom benne, hogy majd felnőttként talán máshogy fogják látni ezt az egész kérdést. Milyen egyesség született a tekintetben, hogy mi volt az a program, ami a legélvezetesebb volt a kis csapat számára, mi tetszett nekik a legjobban? Azt gondolom, hogy a legtermészetesebb, hogy a közös programok, a táncest például, de nem csak azért, mert akkor felhőtlenül lehet mulatni, hanem tényleg az, hogy együtt voltak. Épp mondta az egyik srác, hogy olyan jó volt, hogy ha már valamelyikünk leült egy kicsit külön, akkor mentek és behívták a táncba, és nem hagytak senkit ott egyedül búslakodni. Tehát, hogy tényleg odafigyeltek mindenkire, és tényleg nagyon jól érezték magukat. Volt, aki az állatkertet emeltek. Itt egy nagyon hangulatos kis barátságos állatkert van Palicson, de volt, akinek például a szabadkai városnézés változatos. Nagyjából ez volt a sorrend. Néhány mondatban hogyan értékeli a programot, az idei programot, az idei kirándulást? Hát, ha osztályozni kéne, akkor ötöst adni. Szakmába vágóan. Igen. Mivel a gyerekek jól érezték magukat, időjárás jó volt, kintiekkel együttműködés fantasztikus, én teljesen jó érzésekkel élem meg ezt. Egy másik dolog, hogy van még egy elszámolási része ennek a pályázatnak, az már kevésbé szimpatikus, egy pénzügyi és egy szakmai elszámolás, ha most túl leszünk a hétvégi nagy rendezvényen, akkor ennek a feladatai következnek, de azt gondolom, hogy ennyi sok pozitívum mellett azok a nehézségek már eltörpülnek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, beszámolt erről a fantasztikus kirándulásról. Sok sikert kívánunk a pénzügyi lezáráshoz, és a jövő évi program szervezéséhez pedig kitartást, erőt és sok sikert. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és visszavárjuk majd egy következő beszámolóra. Köszönöm szépen a lehetőséget, és igyekszem. Kedves nézőim, mert megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A diákoknak jó nyári szünidőt, a kedves nézőinknek pedig kellemes nyarat kívánunk. Jövő heti viszontlátásra mindenkinek!